nagyon jó bal keze van, ezt mindenki tudja, nem csak Magyarországon, hanem világon is. Az első kiállítás, Sári az, aki hibát szedett össze, Vámos. Hát ez egy nagyon nagy játék volt, Vígvári Vendelre jött ki a figura. Lőrinc. Baksa, 12 másodperc, Baksa ellövi, óriási gól! Baksa Benedek 8-asban! Hát nem sokat teketóriázott az egri, 8-as, könyörtelenül bombázott Fogel kapujába, tehetetlen volt a ferencvárosi kapus. Egy-egy, hamar jött a válasz. Tudtunk tőle, így egy az egyben jöhet Vámos, Krémerrel néz farkas szemet, és hát nagyon nehéz helyzetben van ilyenkor a kapus. Ebből a gól is született. Nyilvánvalóan nem sokon múlt, azonban ahogyan mi is láttuk, és a játékvezetők is úgy ítélték meg, hogy nem ért hozzá Fogel, tehát a vízről pattant a kapu fölé a labda. Így már a Ferencváros lehet ott a kapu előtt. Nagyon gyorsan érnek fel egyébként a zöld-fehérek. Elképesztő sebességgel pólóznak. Nagyon fárasztó lehet velük szemben védekezni. Luca Damonte pedig elképesztő. Nyíri, Vámos, Varga Vince, ó, gól. Krémer keze alatt. 1-4. És jön Lőrinc Ákos 13-as sapkában az egri csapatba, Magyar Márton helyett. Sőt, nem csak Krémer Balázs indítja útjára a lasztit, Szalai, Lőrinc, a két testvér egymás mellett, 9-esben Bálint, 13-asban Ákos, aki kapja most, Baksa, nagyon nagy labda, Lugosi, nagyon sok lóba, kapufa. Bátor volt fiatal játékosunk, nagyon jó, hogy rájött ki a figura, így van, próbálkozni kell Baksa, újra Lugosihoz, újra ő, gól! Lugosi Csongor! A 15 éves egri nevelésű, elképesztően tehetséges játékosunk betalál a világválogatott ellen. Jaj, de jó, hát ugye egy-egy ilyen gól tényleg legalább ér annyit nekünk, mint hogy a Ferencváros mondjuk hazamegy majd a 3 ponttal innen Egerből, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy nekünk még ez nagyobb dolog, hiszen belőlük lesznek a jövő nagy bajnokai, ebben biztosak vagyunk, hiszünk ebben itt Egerben, ezért dolgozik a kiváló szakmai stáb a felnőtt csapatnál, az utánpótlásban azok az edzők, akik tényleg mindent tudnak a szakmáról, az a többi 400 igazolt sportoló, akik alkotják az egri vízilabda családját. Szalai, Lőrinc, 15 másodperc, 14. Lőrinc Ákos, Szalai, Lőrinc Ákos, ellövi gól! Hát olyan fiatal találat! Lőrinc Ákos, jaj de jó! Hát Lőrinc Ákos is oszlopos tagja a ifi csapatunknak, kérem szépen, és most a bajnokság és a világ egyik legjobb csapata ellen ő is betalál, 4-3. Vámos lesz az, aki szembenéz Krémerrel, vagy mondhatjuk úgy is, hogy Krémer néz szembe Vámossal. Nézzük, hogy az öltfér ötös, vagy a hazai egyes nyeri meg ezt a párharcot. Vámos gól. Vámos Márton találatával 5-3-ra vezet a Ferencváros itt Tegerben, a Bicskei Jöladár úszodában. Az Timsina. Rádli, nagy lóbák, nem lövi el Timsina. Fogy az idő vészesen, 6 másodperc. Rádli kiejti. Így lesz jó. Timsina, hát ellövi. Gól, gól! És az gólnak hívják, az bizony gól. Timsina Máté, újabb
ifi játékosunk szerez gólt a Ferencváros ellen. Ez bizony gól, bizony, bizony. Tízes sapkában Timsina Máté. Utolsó pillanatban előtte ez gól. Ezen kár reklamálni, kár ezen gondolkodni. Játékvezetőink kiváló ítéletet hoztak. 4-5, hogyha úgy vesszük, hogy az Eger van itthon. Ítéletet hoztak. 4-5, hogyha úgy vesszük, hogy az Eger van itthon. Lugosi, Timsina és Lőrinc Ákos is feliratkozott a gólszerzők közé ifikorúként. Hát bocsánat, Lugosi Csongor, még nem ifikorú, még fiatalabb. És közben egy ferencvárosi gól, Jansik Szilárd 11-esben jelezte, hogy azért ők is itt vannak a medencében. De hát rólunk szóljon már ez a találkozó itt a Bicskei Ladár uszodában. Nemzetközi szinten is, de hát azért el kell mondanunk, hogy nekünk is két komoly játékosunk hiányzik a keretből. Hogyha a légiósokról beszélünk, akkor ugye közben egyébként Fekete Gergő volt lő. Ez a 7. Fradi talált, szóval hogy azért a Montenegro. De Monte, és közben egy kiállítás is sújt minket. Vámos, nagyon zártan védekezünk, viszont távolról Luca Damonte bődületesen nagy gólt szerez. Baksa, Szalai, 4 másodperc, úristen, mekkora gól! Hát Szalai Gábor szétforgácsolta a kapufelt és a kaput is. 8-5, 3 közte, és egyszer Gáborról is tudni kell azt, hogy bár ő már nem ifjúsági korú, de ő is egri nevelésű vízilabdázó. Krémer előtt. Ez volt egyébként Timsina Máté második hibája. Vámos, nagyon tisztán volt ott a Fradi 11-ese, aki még tovább játszotta, és Fekete pedig belőtte. Szalai megdolgoztam német Tonit. Így forban a Fradi. Jansik nagyon tiszta volt előtte az út. Lőrinc Ákos kapja meg a lehetőséget, hogy elvégezze a büntetőt. Lőrinc Ákos, gól, így van, Lőrinc Ákos dupla. És milyen szép dolog az, amikor a két testvér hozza össze a gólt. 6-11 ezzel a mérkőzés állása. Mégis csak a saját fiunknak tartjuk őt is, de az a másik 5 játékos. Bocsánat, 4, mert ugye Lőrinc Ákos duplázott. Bizony saját nevelésű pólósok. Vámos lő, fú, de nagy gól. Hát igen, Vámos Mártont azért otthagyni. Jansik, Vigvári, új, de nagy gól. Vigvári Vendel. Magyar gól. Hét 12 ezzel. Fekete. Damonte. Vigvári. Támadó hiba, és már Lugosi úszik középen, Rádli pedig szélen hozza a labdát. Most forban vagyunk, hiszen német Tori már biztos nem ér vissza, Rádli egészen a kapuig úszhat, Rádli Rajmund, Rádli, gól! Rádli Rajmund, az egri kettes! 8-12!
Krémer jött ki a kapujából. Lőrincet lettek szabálytalannak a játékvezetők, újra forban a Fradi, Vámos, Vígvári, de gyors gól. Vígvári már nagyon hangosan kiabált, ide lehetett hallani, kéri a labdát, megkapta, és gyakorlatilag lóban él. Lőrinc Bálint, Baksa, Kovács Gábor küzd a labdáért, csak szabad dobás, 12 másodperc. Gólya, Lőrinc, aj de szép gól! Baksa Benedek! Egyről Lőrinc Bálint fantasztikus passzából talál be. 9-13 ezzel a találkozó állása. Vámos. Tansik középre rakja a labdát. Ó, de kár érte. Gólya a kiállított játékos. Forban újra a Fradi. Nagy passz volt. Varga Vince pedig belőtte.